Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2021. augusztus 8-án szerdán, a pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Térfigyelő kamerarendszerek fejlesztése. Nyári táborok értékelése. Hobó koncertet szerveznek Mezőtúrra. Az elmúlt időszakban sajnálatos módon számos rongálás és illegális szemétrelakás történt városunkban. Herceg Zsolt polgármester elmondta, az önkormányzat részéről igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy csökkenteni tudják az elkövetések számát, éppen ezért kerülnek bővítésre a városban kihelyezett térfigyelő rendszerek. Elszomorító, hogy milyen emberek élnek közöttünk, egyszerűen nem lehet szavakat találni azoknak a cselekményeknek az elkövetését követően, amikor látja az ember, hogy törnek, zúznak. Most legutóbb a főterünkön a buszvárónak az üvegfelületének egy jelentős részét törték ki, ugye ismét megrongálták a babafákat. Egyszerűen megdöbbentő, hogy egyesek csak rongálják a közvagyont. Hát nyilván azt tudja ilyenkor az önkormányzat tenni, hogy térfigyelő rendszert állít be, ami azért nem olcsó, és hát ne számítson senki arra, hogy minden bokornál majd kamera lesz, mert ez egyszerűen lehetetlen, tehát finanszírozhatatlan, kezelhetetlen. De nyilvánvalóan a frekventált területekre fogunk telepíteni, most azon dolgozunk, hogy egy kb. 60 kamerából álló rendszerrel bővítenénk a mostani meglévő térfigyelő kamerarendszerünket. Hát nagyon remélem, hogy ez minél hamarabb elkészül. A célunk továbbra is az, hogy legyen nyoma ezeknek a cselekményeknek, tehát a kamera rögzítse, és hogyha ez így van, akkor már a feljelentést az önkormányzatunk a rendőrség felé meg tudja tenni, és hát nagyon reméljük, hogy ezek az illetők felelősségre lesznek vonva. Ez az egy út, ami oda vezethet, hogy esetleg visszatartsa ezeket a bűnözőket, mert én annak tartom őket, ezeknek a cselekményeknek az elkövetésétől. Hát például említhetném a Ligeti tónál, ugye pótoltuk az új lámpatesteket, mert azok közül is kidobtak, vagy kettőt. Tehát egyszerűen érthetetlen a számomra, hogy miért élvezik egyesek azt, hogy rongálnak, kigyújtják a padokat, tönkreteszik az utcai fitness eszközöket, meg sorolhatnám, mennyi, mint tüzet gyújt a padon, vés az asztalra, a padra, ezekre az utcabútorokra. Tehát egyszerűen megdöbbentő. És ugye a hulladék kapcsán például azért pozitív, hogy korábban már tájékoztatást adtam arról, hogy az intézményellátó Kft. 9 kamerát tudott venni pályázati forrásból. Ezek kihelyezésre kerültek különböző helyszíneken, és az a tapasztalat, hogy az illegálisan elhelyezett hulladék mennyiség az drasztikusan csökkent. Csak hát éppen azt mondtam a kollégáimnak, aminap, hogy elképzelhető, hogy ez a város más pontjain, vagy a külterület más pontjain van lerakva. Hát aztán majd lehet, hogy megdöbbenünk, hogy itt is egy kupac, meg ott is egy kupac, tehát nem oda viszi, ahol látja, hogy kamera van, hanem máshová, de hát olyan irtózatosan nagy Mezőtúr közigazgatási területe, ugye ezzel adta a belterületet és a külterületet is értem egyaránt, hogy lehetetlen mindenhol kamerákat elhelyezni, tehát hát majd látjuk, kíváncsi vagyok. Ez most úgy tűnik, hogy ez a 9 kamera eredményes, tehát nincs annyi hulladék ott ezeken a lerakó helyeken, hát aztán majd látjuk, hogy mit találunk. Jártunkba, keltünk be a határban, úgyhogy sajnos itt tartunk, tehát a szándék az, valószínűleg szeptemberre fog is készülni egy előterjesztés a testület elé, hogy ezt a rendszert, ezt minél hamarabb megvalósítsuk. A Mezőtúri Turizmus Fejlesztési Kft. Szervezésében került megrendezésre 3 tábor a nyáron, amelynek célja volt többek között a hagyományok ápolása, a sportra és a környezettudatosságra való nevelés is. A részletekről Vasas István ügyvezető nyilatkozott sávunknak.
Az elmúlt nyáron számos táborra került sor itt Mezőtúron, többek között a Turizmusfejlesztési Kft. Szervezésében. Mi tudhatunk ezekről a táborokról, hogyan alakultak, hogyan értékelni az elmúlt szezont? A Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. Korábban nyújtott be két táborra vonatkozólag pályázatot. Az egyik a Sport és Környezetvédelmi Tábor Mezőtúron címet viselte, és a másik pedig a Hagyományőrző Alkotótábor Mezőtúr elnevezést kapta. Mindkettő pályázat sikeres lett még az elmúlt évben, de természetesen a pandémiás időszakot követően tudtuk ezeket a táborokat lebonyolítani ezen a nyáron. Mindösszesen 3 alkalmat tudtuk megtartani. A Sport és Környezetvédelmi Tábor Mezőtúron elnevezési pályázat 5 napon keresztül júniusban a Teleki Blanka Gimnázium Technikum és Kollégium udvarán zajlott. A Hagyományőrző Alkotótábor pedig 2x4 nap alkalmában, júniusban és augusztusban a Túri Fazekas Múzeum udvarán zajlott, és úgy gondolom, hogy az ebben résztvevő oktatók, nevelők és művészek, sportemberek és gyerekek, fiatalok és szülők visszajelzésének alapján azt tudom mondani, hogy eredményes és sikeresnek mondható a táboroknak a lebonyolítása, hiszen mindösszesen nagyságrendileg olyan 120-130 főnyi vendégserget mozgatott meg. A Hagyományőrző Alkotótábor elsősorban az általános iskolás korosztályokon belül főként az alsó tagozatosokat, míg a Sport és Környezetvédelmi Tábor pedig a 7., 8. és 9. évfolyamos diákokat érintette. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy úgy értékelem, és remélem, hogy ez a rendezvény sorozat, vagy mondhatjuk azt, hogy tábor sorozat a következő évben is a jó gyakorlatot követve ismételten megrendezésre kerülhet. A táborban számos programon vehettek részt a gyermekek, mint ahogy ezt ön is említette az imént. Melyek voltak ezek a programok? A Sport és Környezetvédelmi Tábor keretei között kézilabdázás, kosárlabdázás és labdarúgás elméleti és gyakorlati részétben vehettek részt az ott lévő fiatalok és sportolni vágyó diákok, illetve ezen túlmenőleg pedig a Teleki Blanka Gimnázium részéről a tanárkollégák segítették a környezetvédelmi, a környezettudatos előadások megtartását, és ennek keretei között a környezetünk szépítése is megvalósult, hiszen ha jól emlékszem, egy szerdai napon mindösszesen 20 darab virágládával tudtuk szépíteni és gazdagítani Mezőtúr városának szabadság terét. A Hagyományőrző Alkotótábor esetében pedig a tradicionális értékek gondozása mind elméleti és gyakorlati szinten történt meg. Kiemelten a mezőtúri fazekasság hagyományainak továbbadása volt a cél, amely természetesen más hagyományos kézműves foglalkozásokkal is kiegészült, mint a gyöngyfűzés, a hímzésvarás. És hát azért szeretném azt is elmondani, hogy a táborok mindkettő esetében, mind a 3 tábor esetében kiegészült egyébként városnézéssel, amelynek keretei között az ott lévő fiatalság megismerkedhetett a Mezőtúr város történelmi múltjával és épített örökségével. A jövőben a Kft.-nek milyen elképzelései vannak a táborokkal kapcsolatosan? Lesz-e még lehetőség táborozásra? Én bízom abban, hogy azok a pozitív impulzusok, amelyeket kaptam a táborban résztvevő fiatalok, tanárkollégák és a szülők részéről, ezek a jövőben megismétlődhetnek, sőt én azt gondolom, hogyha van arra lehetőség, az a helyi tábor szervezésnek induló rendezvények majd szélesebb körben is kiterjedhetnek a környezetünkre. Mondhatnám úgy, hogy turisztikai értékén nőhetik ki magukat, hiszen a sporton keresztül és a hagyományos értékek továbbadásán keresztül, ez alatt értsd a fazekasság tradícióinak továbbadásán keresztül, nem csak a helyi fiatalságot, hanem a térség vagy az országos fiatalságot is meg tudjuk szólítani ezen táborok keretei között, és ezáltal mondhatjuk azt, hogy Mezőtúr turisztikai kínálata palettája ezáltal bővülhet.
Szeretném megköszönni Mezőtúrváros önkormányzatának a támogatását, és szeretném megköszönni Herceg Zsolt polgármester úrnak és Szűcs Dániel alpolgármester úrnak, hogy mindhárom tábori alkalommal meglátogattak bennünket, és együtt tekinthettük meg az ott elért folyamatokat és eredményeket. Ezen kívül szeretném megköszönni a Mezőtúrváros önkormányzatához kapcsolódóan az önkormányzati gazdasági társaságok segítségét, és ezen belül pedig a Turi Fazekas Múzeum és igazgatójának, Pusztai Zsolt igazgató úrnak a szíves vendéglátást, illetve szeretném a szervező munkát és a segítséget megköszönni Majoros Gergely igazgató úrnak és Kozák Zsolt igazgató úrnak. Szeptember 11-én a Mezőtúri laktanyában kerül megrendezésre Földes László művész nevén Hobó koncertje, valamint emléktábla avatása. A részletekről Mányi Tibor nyilatkozott televíziónknak. Szeptember 11-én köszönthetjük majd Mezőtúron Hobót egy koncert erejéig. Mit tudhatunk ennek a részleteiről? Kezdem akkor a legelején. Földes László 1945. február 13-án született. Mindig megemlékezünk a születésnapjáról, országos szinten is, illetve helyi szinten. Méri Zsani az, akinél a gyufa volt, és lángokba borítja most Mezőtúrt. Születésnapi alkalmából egy emléktáblát építettünk föl a lőszerraktár, volt lőszerraktárnál, ami most jelenleg sertéslelepként üzemel, és amikor ezt megtudta a Hobó, nagyon nagy örömmel fogadta, és azt mondta, hogy ez nem maradhat annyiba, itt kell csinálnunk egy avatót, illetve egy koncertet Mezőtúron a laktanyába. Nagy örömmel fogadtuk ezt, és nagy erőkkel vetettük bele magunkat a munkába, de hangsúlyozom megint, hogy Méri Zsani, angol tanárnő az, akinél a gyufa volt, és lángokba fogja borítani Mezőtúrt, és ennek a segítségére lesz Földes Laci és zenész társai. Az egészet úgy kell elképzelni, hogy szeptember 11-én 16 órakor a Sertéstelepen jelenleg sertéstelepként üzemel, volt lőszerraktárnál, lesz a Tiszaföldvári úton egy emléktábla avató, illetve az őrtorony avatására is sor fog kerülni. 16 órai kezdettel több hírességet is meghívott Földes Laci, úgy mint Puzsér Robi, Egresi urat, illetve Faragó Tamás vízilabdásunkat. 16 órakor kerül sor ennek az avatónak a megrendezésére, utána 18 órai kezdettel pedig mindenki átvonul a Mezőtúri laktanyába, ami egykoron üzemelt, ahol Földes Laci is előfelvételisként itt volt egy évet, és ott lesz egy ilyen bevonuló Baka Blues címmel egy koncert a zenésztársaival. Nagyon látványos show lesz, érdemes mindenkinek kilátogatni. A részletekről nem szeretnék mondani semmit, majd legyen ez mindenki számára meglepetés. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!